Ősztől több nagy fejlesztés is indul Máriakálnokon. Az egyik ilyen a Falumúzeum szomszédságában álló épület felújítása. A korábbi lakóház most még romos. Jövőre azonban ide költözik a Sziget Közmúzeum tárlata. A két kiállítási anyag együtt hűen mutatja majd be az itt élők történelmét. Ez az egész épület együttes egyrészt a sváb hagyományokat fogja megmutatni a Falumúzeum keresztül, másrészt ez az épület rész pedig a Sziget közi embereknek a mindennapjait. A másik nagy beruházás a kultúrház felújítása lesz. Ez egy több mint 100 éves épület, falai nagyon elvizesedtek. Hiába történt meg időközönként a külső tatarozás, a belső vakolás, mégis nagyon gyorsan lepergett a vakolat. Ezért aztán megvizsgáltattuk szakemberrel, és az a döntés született, hogy szigetelni kellene. A hamarosan induló fejlesztések összköltsége több mint 30 millió forint. Ebből a pályázatoknak köszönhetően 3 millió forint az, ami ténylegesen az önkormányzat pénztárcáját terheli.